Minden, még ez az apró jelenet is a tenkes kapitányáról szólt a siklósi várban augusztus 21-én. 60 évvel ezelőtt forgatták a várban a népszerű tévésorozatot. Ebből az alkalomból nyílt kiállítás, amit egy nyitó ünnepséggel kötöttek egybe. Zenében is felidézték a filmsorozatot, a vár kiállító termeiben pedig a forgatást, a szereplőket jelmezek, fényképek alapján. Jaj, köszönöm! Örök emlék! A szalagátvágás után hivatalosan is megnyílt a tárlat. Az emlékek mellett egy fiatal alkotó képregényként álmodta újra a történetet. Hát az volt a koncepciónk, hogy készítettem először is egy posztert, ami nagyon tetszett itt a városvezetőinek, és ez indított el minket ezen az úton, hogy akkor ezzel a történettel valamit mindenképpen csináljunk még. És kapcsolódott hozzá, hogy ugye 60 éves pont idén a történet, ezért beleszűrtük akkor már a kiállításba az én terveimet is. Ez nem egy folytatás lenne, amit mi elképzeltünk, pontosabban én, ha szabad így megfogalmaznom, hanem egy ilyen kicsit újra gondolt változat. Tehát egy tiszteletbe tartva nyilván az eredetit, de kicsit modernizálni egy mai szemmel azért frissebbnek hasonló. Ez most első körben egy képregényről van szó. Vannak még terveink, meg gondolataink, ezek folyamatban vannak, még ötletelgetünk, de animációban is gondolkodunk, tehát egy rajzfilm is elég jól mutatna, igen. Siklósi vagyok, igen. Valamilyen szinten természetesen kiskoromból is megvolt, de tehát a tavalyi Artra készült az én poszterem, ami elindította ezt. Akkor néztem újra ilyen szemmel, hogy ezzel valamit kell csinálni. És akkor onnan indult ez. Mindenképpen megfogott, mert különben nem is kezdtem el volna ezzel kapcsolatban gondolkodni. Ugye lehet nagyon érezni ezeket a Zorro meg Robin Hood hatásokat, és akkor innen jött nekem ez, hogy ha a Robin Hood működik évek óta, és most is csinálnak ilyen rebootokat belőle, akkor ezzel is lehet csinálni valamit. Tehát, hogy mindenképpen van egy ilyen varázsa az egész történetnek, hogy igazából 25-ször megnézem, és akkor se nyugom el. Igazi kultuszt teremtett ez a film, mondta a polgármester. A tenkes kapitánya az alapvetően, én azt gondolom, hogy összeforrott annyira Siklós nevével, meg a siklósi vár nevével, hogy aki ide látogat hozzánk, azoknak a nagy többsége ismeri, tudja, látta ezt a sorozatot, vagy valamilyen úton, módon találkozott vele. És hát ugye a 10 éves évfordulók azért általában a város, illetve a vár szervezésében mindig megünneplésre kerülnek. Már egy évvel ezelőtt készültünk a 60. évfordulóra, és egy kicsit tovább gondoltuk annál, mint hogy bemutassuk azt, hogy milyen eszközökkel, kik, egyáltalán milyen üzenetekkel bonyolították le ezt a fantasztikus sorozatot, mutatták meg azt, hogy a történetiségen túl ez egy nagyon szerethető és egy nagyon emberi kultikus sorozat. Még akkor is, hogyha ugye a fekete-fehér filmsorozat mi voltából fakadon, azért a fiatalokat nehéz megszólítani ezzel az üzenettel. Ezért mi egy kicsit tovább gondoltuk, és arra az összefogásra kerestünk partnereket, ami az idei kiállításban megvalósult, mert hogy a 3 kiállító térben a kötelező elemeken túl, ami nyilván a művészeket, illetve a szereplőket megörökítő figurák, öltözékek, eszközök, egyebek, amik használva voltak egyébként a forgatás alatt is eredetiek, ezeket természetesen egy nagyon komoly gyűjtési akcióval össze kellett szedni. Ezen túl szerettük volna egy adott helységnek a reprodukcióját, hiteles mását megépíteni a siklósi várban. Ez Dudva úr vendéglátó egysége, illetve kocsmája lett. És szerettük volna, hogyha egy picit tovább gondoljuk a tenkes kapitánya kultuszt, illetve a tenkes kapitánya szereplőit, és ehhez találtunk egy olyan fiatal tehetséget, aki kvázi képregény figurákként újra gondolta az akkori szereplőket. Így állt össze igazándiból a koncepció, és hát a siklósi vár dolgozói, várkapitány úr, a menedzsmentje, a város önkormányzata, azok a felajánlók, azok a vállalkozók, akik jöttek, segítettek nekünk,
azok mind-mind azért dolgoztak, hogy egy fantasztikus kiállítást tudhassunk itt a Siklósi Várban. Állandó kiállítás lesz belőle, tehát a tervünk az az, hogy most a bemutatót követően egy-két hónap múlva átköltözik egy másik helyre, az időszaki kiállítások terméből átköltözik egy másik helyre, ahol végleges kiállításunk lesz. És az is szerintem egy nagyon fontos eleme ennek, itt ki kell emelnem a siklósi ifjúságot, megörökítő a siklósi ifjúságot képviselő Miklós Martint, akinek a kézlenyomata, a rajzai itt a falakon a hármas teremben láthatóak. Én azt gondolom, hogy ezzel mutattunk jövőt a tenkes kapitányának. Arról is beszélgettünk egyébként, hogy akár odáig is elmennénk, hogy netán újra forgatnánk bizonyos részeit a tenkes kapitánya sorozatnak, és azok, akik ma megtiszteltek minket hajdani szereplőként, még itt vannak közöttünk, és eljöttek ma ide. Úgy látom, hogy nagyon jól élték meg azt a szeretetet, azt a fogadtatást, azt a tiszteletet, ami őket övezi itt. Ez nem is lehet másképp, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a következő 10 éves évfordulón, a 70-en már egy újabb elemmel tud bővülni majd ez az emlékezés, és remélhetőleg még akkor is sokan itt lesznek velünk a hajdani szereplők közül. A megnyitón részt vett Vajda Márta, akit 19 évesen választottak ki szerepére, valamint ifjabb Zente Ferenc is eljött, aki gyerekként élte meg a forgatást a Siklósi Várban. Ezeket az emlékeket idézték fel ők a lovakteremben tartott pódiumbeszélgetésen.